Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Dércy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház Kultúrpercek magazin műsorát látják. 169. adásunkban tekintsünk vissza az elmúlt időszak kondorosi kötődésű kulturális és sporteseményeire. Gasztró szakkör indult Kondoroson a Műhely udvarán. Az esemény július 11-én kezdődött és 5 egymást követő vasárnapon tartott. Házigazdája Prohászka Béla Venezdíjas mesterszakács volt, akitől nagyon sok új ismerettel gazdagodtak a résztvevők a bográcsos ételek elkészítése és a grillezés területén. A program célja a konyhaművészet szeretetének, a főzés tudományának átadása, valamint a kellemes légkör és a csapatszellem kialakítása volt. Megtanítani, hogy a természetes alapanyagokat, fűszereket milyen arányban használjuk fel sütés-főzés közben. A szakkörön résztvevők átélhették a lendületes konyhaművészetet, a közös étkezések örömét és folytathatták hagyományainkat. A vendégek közül minden héten 8 fő grillezett és 2 fő készített bográcsos étel különlegességet, ezt követően pedig együtt fogyaszthatták el ételeiket családjukkal, barátaikkal. A programsorozat sikerességét bizonyítja, hogy az összes szabad hely betelt, ezt utólag is nagyon szépen köszönik a szervezők. A gasztró szakkörön szívesen látták az alkalmi nézőket is, akik kóstolhattak az elkészült ételekből. A programsorozat záró eseménye a Kondorosi Népfőiskola kialakításának kezdődő munkálatai miatt már az önkormányzat udvarán zajlott. Itt vehették át nyereményüket a közösségi médiában meghirdetett szakkörrel kapcsolatos játékú nyertesei is. A folytatásban kérem tekintsék meg Prohászka Béla mesterszakáccsal készített helyszíni riportunkat. Sok szeretettel köszöntöm a Kultúrpercek nézőit, innen Kondorosról, az első gasztroszakkörről, ami már 5. hete tart, és ezen a napon véget is ért. Itt áll mellettem Prohászka Béla, Venezdíjas mesterszakács, aki már több mint egy hónapja minden vasárnap segíti, oktatja, illetve jó tanácsokkal látja el azokat a kondorosiakat, akik a grillezés, illetve a hagyományos ételekből bográcsban történő főzésé iránt érdeklődnek. Köszöntelek, Béla! Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Béla, szeretnélek megkérni, hogy értékeld ezt az 5 hetet. Szervezésben, a rendezvény lebonyolításában, nyilván a tapasztalatot is szeretnénk, hogyha megosztanád velük, és nyilván szeretnénk nem utolsó sorban azt, hogy a kis hobbi szakácsainkat is értékeld, tanulás, illetve a fejlődés szempontjából. Nagyon szépen köszönöm, én egy picit a időt meghosszabbítom, mert 5 hét volt igaz a szakkör, de ahhoz, hogy ez a szakkör létrejöjjön, először is köszönet Závogyá Magdolna igazgatóasszonynak, a Nemzeti Művelődési Intézet vezetőjének, köszönet polgármester úrnak, aki helyszínt biztosított, köszönet annak a közösségnek, aki vasárnap mindig a gasztronómiára áldozta minden percét, köszönet Demcsákné Nagy Katalinnak, az intézmény vezetőnek, hogy egy olyan csapatot szervezett, aki lehetőséget biztosítottak, hogy vasárnaponként, tehát zökkenőmentesen lehetett végezni a maga a szakkört. Hát egy szakkör akkor jó, hogyha az tartalommal is meg van töltve, 5 alkalommal különböző tematikákat álmodtunk meg. Hát kezdtük ugye a legnépszerűbben a sertéshússal, utána például híres emberekről elnevezett bográcsos ételek, mint Jókai Bableves, vagy Palócleves, Mixátról, vagy például most 5. alkalommal, tehát itt olyan ételt készítettünk, mint birkapörkölt, ahogy a kondorosi gazdák szeretik. Tehát nagyon színes volt a paletta, 1-2 jó grill tanácssal is elláttam itt a kedves szakkör résztvevőket, akár fűszerezésben, darabolásban, vagy például szintén, mint felépítve a mai alkalommal, egy kukorica levélben csomagolt pulykafalatokat készítettek, vagy ananászban sült kis kerti javakat tettünk bele, megillatosítottuk egy kis kakufűvel, meglocsoltuk egy kis balzsamecettel, tehát voltak egy-két olyan jó trükkök, tehát én minden résztvevőt, és nem véletlenül adtunk nekik egy emlékdiplomát, diplomáson engedtük el, azért mert kaptak egy-két olyan jó kis instrukciót, amit a mindennapi életben is tudnak majd használni. Én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, és javíts ki, ha nem így van, hogy nagy sikert aratott ez a gasztroszakkör. Hogy érzed, hogy gondolod? Jövőre ugyanitt, ugyanennyien, ugyanígy? Én azt hiszem, akkor lesz ennek jövője, hogyha azokat a pici kis instrukciókat megfogadták, egy-két tálalási tanácsot is, és használják a mindennapi életben. Az, hogy jövőre, hogy hol leszünk, vagy mint leszünk, a gasztronómia hála Istennek minden nap is része, akár reggeli, ebéd, vagy vacsora tájékán, a kis köztes ételt nézünk, akár tízolai, vagy uzsonnában. A nyári időszakban, tehát a grill oda csalogatja az embereket. Én bízok benne, hogy maga a szakkörnek, és ezért egy jó tanácsként, hogy a szakkör.hu-t lehet követni. Demcsákné Nagy Katalinnal készítünk most
per pillanat egy zöld, kolbászos zöldbablevest, ahol például a magyaros rántást mutatjuk be, de sorolhatnám majd, amikor a brassói aprópecsenyét, a csülök péknémódot készítjük. Tehát nagyon sok olyan ételt, amit lehet például téli időszakokban. Én úgy zártam itt a köszöntőmet, és megköszönve a résztvevőknek is, hogy én szeretnék ide visszatérni ősszel, vagy télen, hogy el tudjam nekik mondani, és be tudjam mutatni, hogy például hogyan fogadják a hungarikumokat, magyar értékeket, például a világ különböző pontjain. Én látok jövőjét a gasztronómiának és a gasztrószakkörnek. Ennek igazán örülünk, és még egyszer nagyon szépen köszönjük mind a kondorosiak, mind pedig magunk nevében, hogy itt voltál, segítettél minket, és azt a sok-sok jó tanácsot, hiszen hál' Istennek volt nekem is részem végignézni minden egyes olyan dolgot, amit bemutattál mindenkinek. Béla, még egyszer nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert a továbbiakban, és mindenképpen visszavárunk. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Közel 1 milliárd forintos beruházással népfőiskola létesül Kondoroson. A Kárpát-medencében is példaértékű mintaprojekt a Nemzeti Művelődési Intézet és a Katolikus Egyház együttműködésével valósul meg a 2021-2022-es évben. Závagyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője hangsúlyozta, már 2013-ban elindult egy közös gondolkodás, tervezés, és most végre eljött a megvalósítás időszaka. A jövőben a Kárpát-medencében 500 hasonló intézmény jön létre egyházi partnerséggel, valamint önkormányzati, alapítványi és civil szervezeti együttműködéssel. A Népfőiskola aktuális híreiről és jövőbeni programjairól egy rendszeresen megjelenő a Kondorosi Népfőiskola hírei című műsor indult el a közelmúltban, melynek első és második részében Arany Gábor plébániai kormányzó, Ribárszky Péter Kondoros város polgármestere és Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője számol be a kialakítás menetéről és a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről. A filmek a Műhely és a Város közösségi oldalain, a YouTube csatornán, valamint a helyi és megyei kábel televízió csatornáin láthatóak. Én is köszöntöm a kedves nézőket! A Kondorosi Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének tagjai izgalmas programokon vehettek részt az elmúlt hónapban. Június utolsó hétvégéjén egy emlékezetes kiránduláson, vadregényes tájon át vonatoztak Diósgyöltől Garadnáig, ellátogattak Lilafüredre, valamint megtekintették a miskolci tündérkertet is. Az Egyesület tagjai július első hetében a Nemzeti Közművelődési Intézet támogatásával a Közösségépítő Kultúránk rendezvénysorozat keretében Kápolnás Nyéke Nagycsajági Laura szabadtéri színpad zenés verses előadását nézhették meg. Ezt követően egy kirándulás keretén belül a Halászkastélyt és Szép Parkját, valamint a Nyéki Sörfőzdét is megtekinthették. A mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületének Kondorosi helyi szervezete július 24-én megtartotta éves taggyűlését Kondoroson a Művelődési Házban. A szép számban megjelentek Gémesné Vajger Ilona csoportvezető beszámolójában meghallgathatták az elmúlt év helyi szervezettel kapcsolatos történéseit, valamint az idei évben várható programokat. A taggyűlésen részt vett és megjelenteket köszöntött Teribárszky Péter, Kondoros város polgármestere, Herceg Tamás országgyűlés, képviselő és dr. Ruzsa György, a Mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületének elnöke. A gyűlés után egy jókedélyű beszélgetés mellett a Kondorosi Csárda által elkészített, finom ebédet fogyaszthatták el a megjelentek. Az egyesület tagjai augusztus 6-a és 8-a között egy újabb kiránduláson vettek részt. A program első napján az Akteleki Baradla Barlang csodálatos képződményeiben gyönyörködhettek, másnap pedig egy kicsi, de festői faluban Jósva fönn tehettek sétát. Ezután Szentpetriben a Guttenberg nyomda hűmását és a világ legnagyobb könyvét tekinthették meg. Az utolsó napon pedig a felújított Edelényi kastélyba többek között megnézhették Kondoros díszpolgárának, Csernus Tibornak kiállított festményeit, székét és festőeszközeit is. Én is köszöntöm a kedves nézőket! A Kondorosi Kertbarát kör tagjai június végén a Nemzeti Művelődési Intézet meghívására egy élményekkel teli, jó hangulatú kiránduláson vettek részt Lakiteleken. Ezt követően a járványhelyzet miatt rendhagyó időpontban, július közepén megtartották a második farsangi mulatságot a Napsugár vendéglőben. Az eseményen, melyet a bátor beöltözők még színesebbé tettek, közel 100 fő vett részt. Huvanyec András elnök elmondta. A vidám programon az előző évben a hideget, most pedig a forró, esőmentes kánikulát igyekeztek előzni.
A mulatság nagyon jó hangulatban telt, az este a közös vacsora után tánccal és tombola húzással zárult. Július utolsó hétvégéjén 7-től 83 éves korig szemétszedő és csapatépítő programon vettek részt a Kertbarát kör tagjai az Újligetben. Hovanyec András elnök köszönetet mondott az esővel fűszerezett programon résztvevő önkénteseknek, valamint a TESZI munkatársainak a közreműködésért. Köszöntöm a Kultúrpercek nézőit innen a Kondorosi Tájház elől, aminek az udvarán a Kondorosi Védőnői Szolgálat harmadik alkalommal rendezte meg az Anyateljes Világnapot és az Anya Wellness Napot. Nézzünk is körül! Rendezvényitányaként Litauszki Beáta védőnő köszöntötte a jelenlévőket, majd Kercsi Sarolta a Körösszögi Kistérség több célú társulás szociális és gyermekjóléti intézményének intézményvezető helyettes asszonya, és Ribárszki Péter Kondorosváros polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. Ezt követően egy szálvirággal köszöntötték azokat a helyi édesanyákat, akik az elmúlt egy évben adtak életet gyermeküknek, és legalább 4 hónapon át táplálták őket anyatejjel. Itt van mellettem Litauszki Beáta védőnő, a Kondorosi Védőnői Szolgálat munkatársa és a rendezvény egyik szervezője. Köszöntelek, Bea! Szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt. Köszönöm szépen, hogy felkértetek erre az interjúra. Kiknek a támogatásával valósulhatott meg a rendezvény? A rendezvényt az elmúlt 2 évben az önkormányzat által nyert pályázati úton történt a rendezvény finanszírozása. Az idei évben ez a pályázat véget ért, ezért helyi, kondorosi egyéni vállalkozókat, magánszemélyeket, közintézményt, illetve önkormányzatot kértük fel segítségként. Ők jöttek nekünk támogatóként, ők voltak azok, akik lehetővé tették, hogy ezt a mai napot létrehozzuk. Kik segítenek még egyébként ezen a rendezvényen? Kik azok, akik részt is vesznek itt? A rendezvény főszervezője a Védőnői Szolgálat, de a lebonyolításban helybéli édesanyák, a Délci Ferenc Közösségi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársai vannak itt, illetve a helyszínnek a szerkezeti felépítésében az önkormányzat munkatársai segítettek nekünk. Milyen programokkal készültetek a délelőtre, mert hogy délelőtt baba-mama programok vannak, délután pedig gyermekmentes övezet van, hogyha jól olvastam a plakáton. Mit lehet erről tudni délelőtt és délutáni programok között? Így igaz, 2 külön programrészre van bontva a mai nap. Délelőtt a gyerekekkel történő kikapcsolódásra fókuszáltunk rá a szervezőkkel. Ez azt jelenti, hogy a délelőtt folyamán köszöntők voltak, ahol azokat az édesanyákat köszöntöttük, akik az elmúlt 1 évben legalább 4 hónapig szoptatták gyermeküket. Utána pedig lovaskocsikázást vette kezdetét, a hátunk mögött látható ugráróvár, 10:30-tól kezdődik egy zenés gyermekműsor, közben pedig a könyvtár közreműködésével kreatív foglalkozások végzésére van lehetőség. Ezután 10:20-kor pedig egy tombola sorsolás veszi kezdetét, ahol értékes nyereményekre lehet nyerni. Ez a délelőtti programunk. A délutáni program, az pedig a gyerekmentes övezet, így ahogy te is fogalmaztad. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy picit az édesanyák is ki tudjanak kapcsolni, legyen pár óra hossza, egy évben legalább 1-2 alkalommal, amikor egy kicsit önmagukkal foglalkozhatnak, amikor egy kicsit kényeztethetik magukat is, mert ugye általában a nap többi részén, vagy az év többi részén mindig ugye a családjukért tesznek meg mindent.
Ezen a mai délutánon pedig egy kicsit ők róluk fog szólni a kényeztetés. Helybéli édesanyák, akik a szépségiparban dolgoznak, ők jönnek nekünk segíteni abban, hogy egy kis kéz-lábápolás, illetve egy kis fodrászkodásra legyen lehetőség, illetve az Avon egyik képviselője jön nekünk segíteni sminktanácsadásban, illetve terméktesztelésben. Köthetlen beszélgetésre is van lehetőség egy jó kávé mellett, illetve mindenre, amit az édesanyák csak szeretnének. Nagyon köszönjük, hogy megszerveztétek ezt a napot, további jó szórakozást kívánunk nektek, köszönjük, hogy itt lehettünk. Nagyon szépen köszönöm én is. Egy, és... Ómé! Nagyon jó, keletről fúj a szél! Még egyszer! Ómé! Már igazán jöhetnél, és még egy figyelj! És megyünk tovább a sztoriban, figyeljetek! Mikor az ember kisbaba, még sok mindent megér. Tudja, hogy a napsugár a félnek mit mesél. Aztán, mikor egy éves lesz, mindent elfelej. Csak méri az, ki ismeri a nagy rejtélyeket. És figyelj! És még egyszer, ó, Méri, keletről fúj a szél, nagyon jó, ó, Méri, már igazán jöhetnél. Azaz, lehet táncolni, bázon, akinek már megjött a kedve, lehet rázni a hosszú. Lehet táncolni, jó? Mikor az ember kisbaba, még sok mindent megér. Tudja, hogy a napsugár a szélnek mit mesél. Aztán, mikor egy éves lesz, mindent elfelej. Csak méri az, ki ismeri a nagy rejtélyeket. Ó, Méri, keletről fúj a szél. Ó, Méri, már igazán jöhetnél. És figyelj, mert ez a legnagyobb titok. A világ teremtése, tudod jól, nem új dolog. Korri néni éppen akkor 10 esztendős volt, és lett a világ üzletében kapható a gyömbéres kalács. Kérdezd Mériről, ő többet tud, mint bárki más, és nyomjuk meg, gyertek, ó, Méri! Keletről fúj a szél, nagyon jó. Ó, Méri, már igazán jöhetnél. Még egyszer, ó, ó, Méri. Keletről fúj a szél, figyelj. Ó, Méri, már igazán jöhetnél. Sziasztok, lovaskocsiztatok már? Igen. Nem még? Én még nem. Akkor neked most ez lesz az első utad? Igen. Esetleg Bandikánál lovagoltam. Én nem voltam. Nem voltál? Akkor jó utat kívánok nektek, jó? Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük. Úszótábort szervezett július közepén a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesület, melyre idén első alkalommal a közelmúltban megnyílt Lakitelki Gabriella Gyógyi strandfürdőben került sor. A kiváló strandidőben a kényelmes, tiszta és szépen rendezett strandon minden gyermek és felnőtt jól érezte magát. Szarvasvárosért díjat ítéltek a város címzetes főjegyzőjének, dr. Melis Jánosnak. A település július 23-án ünnepli a születésnapját. Ilyenkor ünnepélyes körülmények között díjazzák azokat a szarvasiakat vagy szarvashoz kötődőket, akik munkájukkal, tetteikkel hozzátettek a város előrehaladásához, jó híréhez. Gratulálunk Melis Jánosnak a rangos elismeréshez, jó egészséget kívánunk, és a munkájában pedig további sok sikert!
Idén nyáron elsőként július 23-án rendezte meg szabadtéri mózis estjét a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház, mely alkalommal az SOS Szerelem című romantikus filmet tekinthették meg az érdeklődők. Köszöntöm a kedves nézőket innen a Kondorosi Bányató partjáról. Véget ért az első vegyes halfogó kupa. Itt ül mellettem Kékesi Mátyás. Köszöntelek, Matyi. Szervusz. Szia, Attila. Köszöntöm a kedves nézőket. Ha jól tudom, akkor neked már nem ez az első halfogó verseny, amit rendezel, illetve szervezel. Viszont itt Kondoroson ez az első. Igen. Kondoroson itt ebbe az évbe most először sikerült megrendezni ezt a versenyt. 3 éve szervezek már ilyen versenyeket, de most az egyesülettel együttműködve sikerült összehoznunk itt is egy versenyt. Az ilyen halfogó versenyeken mindig vannak szabályok, előírások. Itt most konkrétan ugye, ahogy a neve is mondja, hogy vegyes halfogó verseny, volt esetleg olyan, amit nem lehetett csinálni, illetve én, mint laikus, amit nem használhattak a versenyzők? Ragadozóharra ugye nem horgászhattak a versenyzők, kifejezetten ponty, amúr, keszekfélék, kárász, ezek voltak a célhalak, amik számítottak a versenynek az összesítésében. Szerelékben, illetve bot típusban volt meghatározás, vagy volt-e kritérium? Ugye csak annyi volt, hogy a versenyzők egy bottal horgászhattak, a botonként egy horog volt, és csak fenekező módszer volt az engedélyezett. Láttuk napközben, hogy igen sokan kim voltak, mely települések voltak azok, akik tiszteletüket tették azért, hogy minél több hal kikerüljön ebből a tóból. Hát a megye több pontjáról jöttek, ugye a versenyen 30 fő versenyzett, a tagok közül nagyjából egy 10 fő volt, a többiek a megye több pontjáról jöttek, Csabától kezdve, Mezőbeli, Nyorosháza, Nagyszénás, mindenhonnan érkeztek a versenyzők. Ugye ők már régóta járnak az én versenyeimre, úgyhogy igazából már szinte ismerek mindenkit, úgyhogy egy egész jó népes mezőny jött össze, sok ismert, illetve új versenyzővel. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a horgászokat az időjárás befolyásolja. Te, mint főszervező, mit mondasz, ez a mostani időjárás mennyire kedvezett ehhez a vegyes halfogó versenyhez? Hát igazából érezhető volt itt az helyezéseknél is, hogy az első 5 helyezetből, hát igen, igazából 4 altó elején helyezkedett el, ahol jobban fújt a szél, naposabb volt az idő, a többi rész nem annyira működött, ott jobban kellett küzdeniük a versenyzőknek, hogy tudjanak halat fogni. A második helyzet például egy teljesen a szemközti részről jött, ami meglepetés volt is számomra, de örülök neki, hogy azért mindenki tudott halat fogni. Hogyan, miként szabtátok meg, gondolom sorsoltátok, hogy ki hova kerüljön, de ha jól tudom, akkor volt, aki a saját helyét kapta. Hát igen, Barna Robi, akinek gratulálok az első helyhez. Annak ellenére az első helyet ugye húztam, neki én húztam, attól függetlenül meg kellett oldani ebben az időjárásban, illetve ezek a körülmények között neki ezt a versenyt. Ő volt a legügyesebb, annak ellenére, hogy egy kicsit hazai pálya volt számára. Mióta bejött ez a vírusos időszak, ugye nem szoktunk húzni, hanem én egy videó formájában ezt megcsinálom a fiúknak, én sorsolok, és akkor ezt ugye már bejáratott módszerrel elfogadja mindenki, így úgy gondolom, hogy a legesélyesebb, vagy legkiegyensúlyozottabb, kiegyenlítettebb, és ugye reggel sem veszítünk időt, amikor megérkezünk a tóhoz, hogy mindenkinek minél több ideje legyen. Ahogy mondtad, Barna Robert szerezte meg az első helyet, a további helyezések hogy alakultak? A második helyezett, amit mondtam is, hogy meglepő módon a másik oldalról egy Zsótér Péter nevezető újkígyósi srác nyerte, vagy lett a második, a harmadik szintén egy hazai Sélei Laci, a negyediknek a Mális Misi, ő is hazai versenyző, és egy mezőbelényi Mészáros Dávid lett az ötödik. A legnagyobb halat Zsótér Péter fogta, több mint 3 kilósat, illetve nálam ez ilyen megszokott dolog már, hogy aki utolsó helyezett lesz, vagy a végén végez, van egy vigaszdíj, őt is díjaztam, illetve volt, ugye állapotfelmérő is volt ez a verseny egyben, nem csak egy verseny, ezt megkért az elnökség, és 2 külön díjat még kapott a Dávid, a Mészáros Dávid, illetve a Csapó Balázs, egy-egy combót fogtak, ami ugye itt védett is, illetve nagyon mutatja, hogy a víz milyen minőséget képvisel. Ahogy láttuk, a mérlegeléseknél igen sok halat fogtatok ki, illetve fogtak ki a versenyzők. Ezekkel a halakkal mi történt? Minden hal visszaengedésre került. Ugye ezen a versenyeken itt nálam sose viszünk el halat, ez mindig minden visszaengedésre kerül. Ugye a versenyzők közel 200 kg halat fogtak, a tóhoz képest ez azért nem túl nagy szám, de én úgy gondolom, hogy az időjárás is figyelembe véve szerintem a fiúk jól teljesítettek. Egy ilyen nagyszabású rendezvény nem jöhet létre támogatók, illetve segítők nélkül. Kik voltak ezek?
Igen, hát először is szeretném megköszönni a Kondorosi Horgász Egyesületnek, az elnök úrnak, Határszéni Zoltánnak, illetve Molnár Lajos bácsinak, aki nem csak a mai napon, hanem így összességében is segített a rendezvényt összehozni, illetve a két tagnak még megköszönném, Pecsanya Misinek, aki felajánlást itt tett, illetve segített itt a helyeket rendbe tenni, illetve Horcsák Szilárd, aki a mai napon, illetve több napon keresztül a segítségével hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjam rendezni ezt a versenyt. Továbbá szeretném megköszönni a Sárkány családnak és a Sárkány cukrászdának, Varga Jánosnak és a Napsugár vendéglőnek, illetve Kondas Gergőnek, a Magic Garage autókozmetikától, hogy hozzájárulásukkal támogatták a versenyt. Nézem a pólód, nézem a sapkádat, ez ugye egy amatőr horgász versenyekre való felszólítás. Ha jól tudom, akkor ennek keretein belül került, illetve kerül mai megrendezésre a többi rendezvény is. Ez a logó a Facebookon létrehozott csoportomnak a logója. Ugye ez egy KM, amatőr horgász versenyek csoport. Azért hoztam létre, hogy a barátok, ismerősök meghívásával tudjunk egy ilyen baráti jellegű versenyeket csinálni, ne kelljen messzire Pestre ide-oda utazni. Hogyan lehet titeket elérni? Hogyan lehet csatlakozni magához a csoporthoz? Ez úgy indult, hogy ismerősök, barátokon keresztül ez egy ajánlással jött meg, hogy minél baráti hangulatú legyen a verseny. Engem megkeresnek, egy üzenet formájában jelentkeznek nálam, és felveszük a kapcsolatot bármikor, bárkit szívesen látok. Gratulálok a mai naphoz nektek, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Továbbra is görbüljön a bot, és jönnek a halak. Nagyon sok sikert neked ez az egészhez. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nekünk. Köszönöm. Sziasztok! Ételcsodákat mutattak be a MediaWorks megyei lapjainak szakácskönyvében. Gasztrotúra címmel jelenik meg idén a Békés megyei hírlap és a Beol olvasóinak kedvenc családi receptjeit tartalmazó gyűjtemény. Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, az album lektora hangsúlyozta. A beküldők idén is kitettek magukért mind a receptek számát, mind az ételeket tekintve. Csonka Zsolt, a Kondorosi Csárda mesterszakácsa elmondta, a könyvbe került ételeket csodálatosan komponálták meg a beküldőik. Külön kiemelte a csorbalevest és a kacsamájjal töltött lepénykét csipkebogyómártással. A közeljövőben megjelenő könyvből hamarosan mindenki csemegészhet a jobbnál jobb receptekből. A padlásterápia 6. kurzusának képeiből többek között Dobos Lászlóné kondorosi festőművész képeiből nyílt kiállítás Békés Csabán, a Békés megyei könyvtár Lencsési fiók könyvtárában. A szép számú közönség jelenlétében megtartott megnyitón Gépatagi Mária festőművész, a kurzusok vezetője, ötletgazdája és egyben a kiállítás moderátora köszöntötte a jelenlévő alkotókat és a vendégeket. A tárlat augusztus hónapban a Lencsési Könyvtárban tekinthető meg. A Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete szeretettel vár mindenkit augusztus 19-én 19 órától a Felsős Iskola belső udvarán tartandó falusi táncházba. Élőzenét szolgáltat a Sorogja zenekar a Partiumi Bihar Diószegről. A táncokat betanítja a Köröstárkányi Százszor Szép Néptánc Együttes. Minden résztvevő sorsjegyet kap, mellyel egy értékes díj nyerhető. Augusztus 24-én 9 órától újra Városi Gyereknap lesz Kondoroson. A Kondorosért Közalapítvány támogatásával, a 30 éves Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében szeretettel hívjuk és várjuk a kondorosi gyermekeket, fiatalokat. Helyszín a Városi Sportcsarnok és környezete. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztrációs díj 600 forint. További információk a plakáton találhatóak. Kondoros Város Önkormányzata és a 30 éves Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Városító szigetén tartandó jubileumi ünnepségére. Időpontja augusztus 21-e 16 óra 30 perc. A részletes programot a plakáton találják. Egy év után újra kondorosi retróparti lesz augusztus 21-én este 9 órától a Kondorosi Lovaspályán. A belépés díjtalan, mindenkit várunk szeretettel! Mai adásunk ezzel véget ért. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra!
A részletes programot megtalálhatják a képernyőn látható képen. Most nem gusti. Beledorombolsz a mikrofonba? Köszöntöm a Kultúrpercek nézőit innen a Kondorosi Tájház elől, ahon a... Csapóhat. Gratulálunk Melis Jánosnak a rangos elismeréshez, további munkájába sok sikert kívánunk. Ja, és jó egészséget! Ez apukámnak megy. Nézd, fecske farkó lette. Ennél viszont a három támogatót mondjam el először, vagy köszönjem meg a tónak. Hogy csináljuk? Köszönj meg a tónak, mert ő adta a halat, és utána legyen az... Mármint, hogy... Tulajdonképpen igen, nem? Nem, hát ugye az elnökségnek, hogy biztosították a tavat. Jó, így van, úgy. Bedugom a fejem, és akkor elkezdek kiabálni a víz alatt. Ezt mehetsz, hogy vegyétek föl. Hallod? Nem, én macskának mondtam, hogy hallod? Mit csinálsz? Ha mennyit kirándultak, hallod? Csak én vagyok érte a hibás, senki más, ez igaz. Minek másztál? Zsibod a lábad, tehát... Na, te tehetsz róla. Vagy hogyan legyen? Aj, most ne hiszt izébe. Már mindjárt nagyon jó vagyok, mindjárt végül. Annyira mosolyog, mert mamám rám szólt, mert ugye reggel vittem fodrászt, és mondta, hogy mosolyogjál. Megkérdezem, hogy délelőtt milyen rendezvények, és aztán esetleg délután milyen rendezvények. Nyalj egyet a fogadba. Már bocsik, szóval. Rúzsos? Most nézd, most már jó. Ez a női összetartás. Igen, ez. Én is mondom, miért nem szólt valaki, hogy el volt kedvenc? Igen. Retro party. Török föl, mint a talajvíz. Török föl, mint a talajvíz. Hú-hú! Kérném a cipőmet. Ja. Kérném. Úgy simán levegyetek. Zsibbadni fog a lábam, és valaki legyen szedjél le, mert nem érzem a lábam. Inkább fogd el a kezem, és akkor támaszkodjál nekem. Jó, oké. És most lehet a rock and roll. Sikert!